A szabolcsi békéltető testület az idei évben eddig 138 ügyet fejezett be, amelyeknek többségében a fogyasztó számára kedvező ítélet született. Országos szinten azonban közel 3000 esetben nem jelentek meg a vállalkozók a békéltető testületi eljáráson. Országos szinten is, és Szabolcs-Szatmár-Bergő megyei szinten is kiválónak értékelik a békéltető testületek munkáit, hiszen ők azok, ahol kisperértékű ügyekben a fogyasztó, a vásárló, a szolgáltatást igénybe vevő eljárhat, úgyhogy nem csak nyíregyháziakat, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bergő megyeiket, de mindenkit, akinek kisperértékű ügyben esetleg vitáljon a vállalkozása, arra bátorítok, hogy használja ezeket a fórumokat, használja a Szabolcs-Szatmár-Bergő megyei békéltető testületet, ami Nyíregyházának kereskedelmi és ipari kamara épületében székel, ingyenes, gyors, egyszerű, ne maradjanak otthon, ne pufogjanak otthon, kisperérték ügyekben, amit a bírósághoz ugye nem vinnénk el, ilyenek a cipők, CD-s magnók, vízforralók, tehát pár tízezer forintos ügyekben is forduljanak a békéltető testületekhez, mert az esetek túlnyomó többségében a vállalkozóval együtt tudnak működni, és egy ilyen alternatív vitarendezés keretein belül meg tudják oldani a fogyasztónak a problémáját. A hétfőn elfogadott fogyasztóvédelmi törvénymódosítás azt tartalmazza, hogy a jövőben minden esetben kötelező lesz a vállalkozónak jelen lennie a békéltető testületi eljáráson, amennyiben van telephelye az adott megyében. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter dr. Sesták Miklós döntésének következtében 2014-ben létrejött egy fogyasztóvédelmért felelős helyettes államtitkárság. A célunk egy barátságos hatóság építése, nem egy büntető hatóságot építünk. Mottunk nem inzultálni, hanem konzultálni, úgyhogy vállalkozásokkal együttműködve nem elsősorban büntető jelleggel, például kis- és középvállalkozásokat első esetben nem is büntetjük, próbáljuk kivagyítani azokat a hibákat, amelyek sokszor, mivel sokszor módosul a fogyasztóvédelmi törvény, nem biztos, hogy lekövetésre kerülnek. Úgyhogy békéltető testületekkel, iparkamarákkal, vállalkozókkal, nagy multinacionális cégeket megkeressünk, nyitunk feléjük, és próbáljuk úgy alakítani az ő akár általános szerződési feltételeiket, belső szabályzataikat, hogy a nap végén ne büntessük a vállalkozót, de közösen arra törekedjünk, hogy a fogyasztói elégedettséget növeljük. Ha nem jelenik meg a vállalkozó a békéltető testületi eljáráson, a kis- és középvállalkozások esetében 15 ezertől 500 ezer forintig terjedő büntetést szabhat ki a kormányhivatal, multinacionális cégek esetében az éves bevétel 5%-áig terjedhet a büntetési tétel.